A világ tele van mitológiákkal, mesékkel, gyönyörű különleges helyekkel. Gondoljunk csak Asgardra vagy éppen Középföldére. De azt vajon tudtad, hogy a világ egyes részei még ezeknél a helyeknél is lenyűgözőbbek? Tarts velem és bemutatom neked ezeket a varázslatos helyeket, amelyekről talán még nem is hallottál. A Bajkál-tó. A Bajkál-tó Mongóliától csupán néhány kilométerre északra fekszik. Ez a föld legöregebb tava is rászolgált a címére, hiszen a tó körülbelül 25 millió éves. Nem csak hihetetlenül öreg, hanem térfogatát tekintve a legmélyebb ismert tó. Mélység eléri az 1641 métert, és figyelemre méltó módon a világ fagyott édesvizeinek 20%-át tartalmazza. De miért olyan hatalmas? A tó méretét a föld kérgének köszönheti. Amikor a kéreg szétvált, megszületett a tó szerkezete. Lenyűgöző módon 79 km széles és 636 km hosszú. A jégit kristálytiszta, a kíváncsi szem 40 méter mélyre is leláthat a kristálytiszta tóba. De nem csak hideg vizet találunk itt, hanem 27 nagyrészt lakatlan szigetet, melyeket Oroszországgal a Pogoszának neveznek. Meglepő módon a tó keleti partján törzsek élnek, akik marhát tenyésztenek, hogy túléljék az orrteleket. Ez egy hihetetlen tó, és úgy tűnik, az idegen lények is így gondolják. A tó felett még ma is rendszeresek az UFO észlelések. Talán a hatalmas tó híre messzebbre terjedt, mint gondoltuk volna. Salar de Uyuni, Bolívia. A világ legnagyobb tükre a bolíviai Salar de Uyuni, és pont olyan hihetetlen, amilyennek hangzik. A zavarba ejtő talajt szó szerint a mennyország tükre, és mindez az anyatermészetnek és egy halomsónak köszönhető. Ameddig a szemmel lát, a talajt itt akár 10 méter vastag sóréteg is boríthatja. Sóból itt bőven van, becslések szerint 10 milliárd tonna ásványi anyag terül el ezen a több mint 10.000 négyzetkilométeres területen. Az eredmény egy hatalmas tükörre hasonlító terület, amely olyan nagy, hogy még az űrből is látható. A sóssíkság alatt a világ lítium készletének körülbelül 70%-a található. Nem tudod, mi a lítium? Nos, ez egy alapvető összetevője a laptopok, okostelefonok és elektromos autók működésének. Tekintettel arra, hogy a modern világ szinte minden lakosa legalább egy ilyen eszközzel rendelkezik, kétségtelenül elég nagy a kereslet erre a nyersanyagra. Redbató, Szenegál. A szenegáli redbató nem olyan, mint a legtöbb tó. Sótartalma tízszerese az óceán vizének. Bár úgy hangzik, mintha a legrosszabb dolog lenne lenyelni vagy a szemetbe kapni, ez a magas sótartalom kedvez az algák növekedésének a tóvizében. Ezeknek az algáknak csodálatos hatása van, megváltoztatják a víz színét. Igazán lenyűgöző látvány rózsaszín árnyalatú víz, amely váratlan szint ad a természetnek. Viszont szerencsésnek kell lenned, hogy láthassd a jelenséget, mivel a fénynek tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy rózsaszín árnyalatot teljes pompájában láthassd. A legjobb esélyed száraz évszakban van, amikor a nap a legmagasabban van az égen. A rózsaszín vízben úszni pedig teljesen biztonságos, úgyhogy ha ellátogatnál ide, nyugodtan pakolj be fürdőruhát. Antilop Canyon, Arizona. Gondolkoztál már azon, milyen a homokkő, miután a szél és a víz kifaragta? Akkor látogass el az arizonai Antilop Canyonhoz, hogy megnézd ezt a hihetetlen eredményt. Mintha egy filmből lépett volna ki, a szurdok drámai szerkezete elképesztő. A fényjáték a különböző homokkő kifaragásokon igazán lenyűgöző látványt nyújt, és nagyszerű fotózási lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnék megörökíteni. Ezek a lenyűgöző képződmények rendkívül törékenyek, ezért óvni kell őket. Néhány szabály van annak biztosítására, hogy ez a természeti szépség a jövőben is nagyszerű állapotban maradjon. Ezért is tilos a homokkőre mászni vagy rajzolni. Bár lenyűgöző látványosság mindenkinek, egy mentőautó számára kicsit túl szűkös lenne. Hihetetlen belegondolni, hogy a természet hozta létre ezt a látványt. Zhangjiajie Nemzeti Erdőpark, Kína. Az Avatar minden idők legtöbb bevételét hozó filmje a nemzetközi mozipiacon. De ki gondolta volna, hogy ez a 2009-es sci-fi film egy valóságos helyen alapul. Ez a nemzeti erdőpark valójában lenyűgözi az ide látogatókat. A filmrajongói észre fogják venni a kísérteties hasonlóságot a filmben létrehozott lebegő Hallelujah hegyek és Kína Hunan Nemzeti Parkban található oszlopszerű sziklák között. Ez a park a lenyűgöző természeti adottságaival egy másik világba repít. James Cameron rendező és a látványtervezők még azt is beismerték, hogy a Pandora kitalált világa számos nemzetközi inspirációs forrásból merített ikletet a Hunan tartomány bizarr kinézetű szikláival együtt. A furcsa formájú sziklák a jég kialakulásának és a természetes növekedésnek évek során zajló erózió eredményei. A furcsa kinézetű sziklaformációk létrejötte, a park és a hollywoodi film közötti kapcsolatot szilárdította meg, amikor egy 1083 méteres homokkőoszlopot 2010. januárjában hivatalosan átkereszteltek Avatar Hallelujah hegyre. Baffin Öböl, Pond Inlet.
Pondin lett olyan lenyűgöző hely, hogy még a leghidegebbet utáló emberek is imádni fogják a látogatásuk minden pillanatát. Más néven Kanada északi ékszereként ismert, a Baffin-sziget tetején található inuit közösséget hegyláncok veszik körül, és a legszebb helyek közé tartozik a világon. Míg a legtöbb ember csak a környékbeli parkokat látogatja meg, a Pond Inlet lakói csupán egy rövid, hótalpas kirándulásra vannak a jéghegyektől. Ha az élet hideg oldalát szeretnéd megtapasztalni, akkor ez tökéletes hely. Számos gleccsert és jégbarlangot lehet bejárni és felfedezni hatalmas öblökkel együtt, amelyekben biztosan túl hideg az úszás még a legforróbb vérű emberek számára is. Ha kíváncsi vagy a helyi állatokra, nem fogsz csalódni, hiszen jegesmedvékkel, rénszarvasokkal, a gyűrűs fókákkal is rendszeresen találkoznak azok a bátrak, akik elég merészek egy ilyen hideg vadonba kirándulni. Ez mindenképpen egy hűvös hely a szó szoros és átvitt értelmébe is. Red Sea Star Israel. Az Izraelben található Red Sea Star bár, ami mindenképpen egy említésre méltó hely. Ez az étterem egy olyan különlegességet kínál, amivel biztosan kitűnik a többi hasonló hely közül, hiszen közvetlenül a víz alatt található egy tengeri csillag formájában kialakítva. A belső tér tipikus tengeri stílusban van berendezve, különféle dísztárgyakkal, de ha nem akarsz bajba kerülni, nem ajánlom, hogy kinyisd az ablakot. Míg a legtöbb tengerparti étterem kilátást kínál tengerre, itt az étterembe járók közvetlen közelről ismerkedhetnek meg a tengeri élővilággal, hiszen a különféle halak az üveg túloldalán úsznak el melletted, étkezés vagy egy gyors ital fogyasztása közben. Biztosan nagyon pihentető csak hátradőlni és csodálni ezt a világot, ami általában a hullámok alatt rejtve marad. Egy biztos komoly verseny van az ablak melletti asztalokért. Morning Glory forrás, Wyoming. A Yellowstone Nemzeti Parkban található Morning Glory forrás egy a túlvilág felé vezető gyönyörű kapunak tűnik. Ez a bizarrul kék színű forrás nevét a hasonló mély kék színű futórozsáról kapta. Az ikonikus kék szín oka a termofil baktérium, amely imád a föld alatti tengernyílásokon át a forrásba pumpált meleg vízben élni. A forrás közepén található látszólag végtelen mélységű gödör vonzza a tömeget, hogy megcsodálják ezt az elképesztő képződményt. De néhány ember nem elégszik meg csak a látvánnyal a képeken, hiszen az érmék és más szemét folyamatos bedobálása a medencébe alaposan felkavarta a dolgokat. Ez a felelőtlen viselkedés elzárta a termálnyílásokat és csökkentette a víz hőmérsékletét, lehetővé téve a betolakodó baktériumok bejutását a hűtővízbe. Ez a nyugodt kék víz beszennyeződéséhez vezetett, szélein pedig egy szomorú piros és sárga gyűrű található. Ez a törékeny szépség ismét bebizonyította, mennyire pusztító hatással lehetünk mi emberek a természetre. Egy érme bedobása a vízbe valószínűleg nem teljesíti a kívánságot, de szinte biztosan kárt okoz. Mauna Kea. Ha valaha is a gyönyörű Hawaii-n tartózkodsz, és kedved van egy kihíváshoz, valami máshoz a napozáson kívül, akkor mindenképpen próbáld meg megmászni ezt a hegyet. Azoknak, akik inkább a pedállal hajtják a gépet, azaz kerékpározni szeretnének, érdekes lehet, hogy ennek a Hawaii vulkán leküzdését a világ egyik legextrémebb kerékpáros emelkedőjének tartják. Nos, ki érdemelte ezt a címet? Ha a Hilo-öböl strandjától indulsz és végigtekersz a 4200 méter magas csúcsig, egy lenyűgöző 70 kilométeres utazáson veszel részt. A fehér hegyként is ismert Mauna Kea azzal büszkélkedhet, hogy a föld legmagasabb hegye. A tengerfenéktől, vagyis az aljától mért 10.000 méteres magasságával a csúcsra vezető út mindenképpen megéri a fáradtságot, hiszen a kilátás abszolút hihetetlen. Happy Magic Water Cube, Kína. Ha egy olyan uszodáról van szó, amit kifejezetten az olimpiai játékokra hoztak létre, majd utána víziparkká alakították, akkor biztos lehetsz benne, hogy a falai között fantasztikus csúszdák várnak. Kínai Happy Magic Water Cube vízipark Peking egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, csak a híres nagy fal előzi meg a sorban. Ezt a népszerű helyszínt a 2008-as nyári olimpiára építették. A 6000 fős befogadó képességű vizes kocka Kína legnagyobb ilyen létesítménye. Ez a turisztikai célpont tökéletes családi program, ha hűsölni szeretnél a néha elviselhetetlen nyári melegben. A víziparkban számtalan csúszda található, ameddig a szem ellát, de nem csak erről szól a hely. A csúszdákon kívül más szórakozást is kínál, például zenét és egyéb programokat, hogy mindenki jól érezze magát. Bioluminenszes víz a Maldív-szigeteken. Utazás közben, ha azt veszed észre, hogy a lábad alatt világít a tengerpart a sötétben, akkor tévesen azt hinnéd, hogy valamilyen vegyi anyag került a vízbe. Sőt, még az is eszedbe juthat, hogy a földön kívüliek szállnak le, hogy elraboljanak.
De valóságban ez egy teljesen biztonságos és természetes jelenség. A Maldív-szigeteket körülvevő vizekben is előfordul ez a természeti csoda, ami elsőre megijeszt, de valójában a vízben lévő bioluminenszes planktonok okozzák. Ezek a planktonok főként a meleg tengerparti vizekben élnek. A kék fény, ahogy a víz a partra csap, valójában mágikus látvány, és segít megvilágítani az esti sétádat. Sokan kajakkal is kimennek a tengerre, hogy teljesen elmerüljenek ebben a varázslatos látványban. Képzeld el, hogy olyan vizet látsz, ami olyan fényes, mint az éjszaka égbolton ragyogó csillagok. Ha szívesen megtapasztalnád ezt a jelenséget, akkor legjobb, ha a Maldív-szigetek Vatu-Módú szigetére utazol. Repülőgép szálloda Costa Ricában. Sokan alszanak a repülőn utazás közben, de mi lenne, ha egy olyan repülőgépen töltenéd az éjszakát Costa Rica természeti csodái között, ami 15 méter magasra van rögzítve, egy éjszakára pedig $260 kérnek. Ez a különleges hotelszoba egy Boeing 727-es repülőgépből lett kialakítva. Első pillantásra azt hinnéd, hogy a géppel valamiféle baleset történt, de ez része a hotel tervének. Ez a tökéletes hely azoknak a különleges utazóknak, akik a legkülönlegesebb élményre vágynak. Amikor felkelsz a repülőgépben, talán azon gondolkozol majd, mit vacsoráz, miközben a dzsungelben ragadtál. De ne aggódj, a szálloda üzemeltetői nem várják el, hogy magadnak fogd az ételt. Van egy másik átalakított repülőgépük, ami ezúttal étteremként szolgál, a Cockpit Cottage néven. Ezt egy repülőgépből és egy étteremmé alakított vasúti kocsiból építették. Fantasztikus kikapcsolódásnak tűnik, habár bízom benne, hogy a 15 méter magasra rögzített repülőgépet alaposan rögzítették. Phi-Phi sziget Thaiföld. Egy egzotikus szigetekre utazás, amelyeket gyönyörű strandok vesznek körül tiszta vízzel és lenyűgöző sziklaformációkkal elég jól hangzik. Leonardo DiCaprio-nak is vannak kapcsolatai ehhez a dél-kelet-ázsiai Phi-Phi szigetekhez, amelyek hajóval is megközelíthetők Phuketből, Thaiföldről. Ez a hely szó szerint mesébe illőnek tűnik, és egyre népszerűbb a turisták és a helyiek körében. A szigetek akkor váltak híressé, amikor a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült a Strand című filmet Maya Bay-en forgatták. Mivel nincsenek emberek és cápák, szabadon felfedezheted a gyönyörű természeti tájat, amennyire csak szeretnéd, tudva, hogy viszonylag biztonságban vagy. Wave Arizona. Szinte hipnotizálóan egyedi tájával, amely egy másik bolygó felszínére emlékeztet, könnyen belátható, miért olyan népszerű turista célpont a Wave Arizonában. De messze attól, hogy csak egy szép látvány legyen, a sziklás természeti szépség hihetetlen módon még dinoszaurusz nyomokat is rejt. A helyszínt alkotó finom rétegek különböző árnyalatú téglavörös és aranylósárga homokkőből állnak, amelyeket az erózió évezredek alatt faragott ki. A látogatáshoz azonban egy nagy adag szerencse kell, mivel csak engedéllyel lehet bemenni. A Wave annyira népszerű, hogy tartanak attól, hogy a helyszín tönkre megy a nagy tömegtől, ezért engedélyre van szükség a látogatáshoz. Az engedélyt a látogatás tervezett időpontja előtt sok hónappal előre kérvényezni. A sziklaformációk törékenysége miatt azonban naponta 20 engedélyt adnak ki, és amikor 150 ember próbál megszerezni 10 kiadható napi engedélyt, nagy versenyhelyzet alakulhat ki. A nagy kereslet még lenyűgözőbbé teszi azt, hogy a The Wave-hez vezető 8,8 km-es túra közel 4 órát vesz igénybe. Lehet, hogy unalmasnak hangzik, de a látvány örökre megmarad. Finoman szólva is rengeteg fotózási lehetőség kínálkozik. Fingál barlang Staffa szigete. Ha egy barlangot és egy ösvényt szeretnél látni, amit egy ír óriás épített a 3. században, akkor irány a skóciai Staffa sziget Fingál barlangja. Legalábbis ezt állítja a mitológia a lenyűgöző természeti látvány eredetéről. Valóságban valószínűbb, hogy nem egy íróriás, hanem egy több mint 60 millió évvel ezelőtti robbanás hozta létre ezeket a különös, hatszögletű fekete bazaltoszlopokat. A Fingál barlang messzi földről vonz turistákat, sőt néhány nagyon híres művészt és zenész is megikletett, hogy remek műveket alkosson. Tehát a mitikus helyszín megtekintése és lenyűgöző látványa mellett az ikletődés forrása is, hogy megalkosd a következő kulturális remek művet. Elérkeztünk a videó végére, ha eddig itt maradtál, kérlek írd meg kommentben, hogyan tetszett, illetve melyik hely lenne az, ahova mindenképpen elutaznál. Ha a jövőben nem szeretnél lemaradni hasonló videókról, akkor iratkozz fel. Találkozunk legközelebb.